Köztudott, hogy a fuvaroztatók által feladott küldeményekből, vagy a megrendelt üres vagonokból egy-egy vonalon összeállt vonatok kocsiai, az útba eső vasúti csomópontokban átcsoportosítják azért, hogy az egy irányba szánt küldemények azonos szerelvénybe kerüljenek. Ezt a munkát a legtöbb vasúti csomópontban gurítódombos rendező pályaudvaron végzik. A vágánycsoportok elhelyezkedése alapján a gurítódombos rendezőpályaudvarok három alaptípusát különböztetjük meg. A párhuzamos elrendezésű rendezőpályaudvarokon az érkező vonatok befogadására szolgáló fogadó, az irányonként szétrendezett kocsik gyűjtésére használt irány vagy rendező, és az induló vonatok felállítására alkalmazott úgynevezett indító vágánycsoportok egymás mellett párhuzamosan helyezkednek el. A folytatólagos elrendezésű rendezőpályaudvarokon a fogadó, az irány vagy rendező és az indító vágánycsoportok egymáshoz közvetlen csatlakoznak, egymás folytatásában vannak. A vegyes elrendezésű rendezőpályaudvarokon a fogadó, az irány vagy rendező és az indító vágánycsoportok vegyesen, párhuzamosan, illetve folytatólagosan helyezkednek el. A gurítódombos rendezőpályaudvarok műszaki felszereltségük alapján is megkülönböztethető. Sok helyen dolgoznak még olyan nem gépesített gurítódombokon, ahol a fékezés saruzással történik, a váltók pedig kézi állításúak. Gurítódombjaink többsége már részben gépesítve van. Ezeken a munkahelyeken a váltókat központilag kezelik, de a legurult kocsik sebességét még saruzással csökken. Nagyforgalmú vasúti csomópontjainkon a gurítóknál egyre több helyen találhatunk a központi váltóállító berendezés mellett vágányféket is. Ezek többségénél azonban az irányvágányokon még saruval fékezik az ideguruló kocsikat. A jövő az automatizált gurítódomboké, ahol a váltóállító berendezés és a vágányfék is önműködő, az irányvágányokra guruló kocsikat pedig korszerű célfékberendezéssel állítják meg. Bármilyen technológiával dolgozzanak is a gurítódombos rendezőpályaudvarokon, az ide érkező vonatokat, kocsicsoportokat forgalmi, kereskedelmi és műszaki szempontok alapján minden esetben át kell venni és a szétrendezésre elő kell készíteni. Az átvételnek több módja ismeretes. Filmünkben a helyszínen kézírással, illetve rádióval történő vonat átvétel lényegét igyekszünk érzékeltetni. A kézírással végrehajtandó vonat átvételnél az átvevő brigád a beérkező vonatot a helyszínen várja, a brigád tagjai, az adatfelvevő és a kisegítő vonat átvevő, valamint a kocsivizsgálók és a lazi. Az adatfelvevő vonat átvevő a beérkezett vonat fuvarokmányai alapján kezdi el munkáját, miután a szerelvényt megfutamodás ellen biztosították és a mozdonyt a vonatról lekapcsolták.
vonatátvételt és a vonatátvételi jegyzék vagy kocsiadat felvételi könyv elkészítését lehetőleg a vonat azon kocsijánál kell kezdeni, amely elsőként fog legurulni. Akár kézírással, akár rádióval történik a vonatátvétel, abban az esetben, ha azt az elején kezdik, akkor az é. Ha a vonat végénél, akkor ZA jeleket kell beírni a megfelelő pozíciókba. A kocsivizsgálók a vonat átvevő brigád előtt vagy azzal együtt kötelesek haladni. Műszaki szempontból meg kell vizsgálniuk a vonat minden kocsiját, ellenőrizniük kell a rakományt, annak állapotát. Szükség esetén el kell végezniük a bárcázást is. Az adatfelvevő vonat átvevő a kocsisor azon oldalán halad a kisegítő vonat átvevővel párhuzamosan, amelyiken a gurításnál közreműködő személyzet szolgálatát végzi. Ezen az oldalon kell a kocsik gurítás irányába eső sarkára az irányvágány számát felírni. Üres kocsinál a krétával felírt irányvágány számot alá kell húzni. Törléssel érvényteleníteni kell az előző megírásokból származó felesleges és zavart okozó felírásokat. Az adatfelvevő vonatátvevő a kisegítő vonatátvevő által közölt adatokat és az általa vizsgált oldal adatait egyezteti a fuvarokmányokkal. Ugyanakkor a hiányosságokat, például ha a kocsi nincs iránybárca, pótolnia kell. A kocsi vizsgáló által bárcázott kocsikra az irányvágány száma mellé fel kell írni, ha szükséges, a gurítást vagy csarúzást tiltó, illetve korlátozó vagy egyéb jeleket. Ha erre sor kerül, azt közölnie kell a kisegítő vonat átvevővel. A gurításra és sarúzásra vonatkozó leggyakoribb tilalmak és korlátozások jelei a következő. Gurítódomra felhúzni tilos. Gurítani, szalasztani tilos. Sarúzni tilos. Csak kézifékkel gurítható. Óvatosan gurítható. A jeleket a vonat átvételi jegyzék megfelelő rovatába is be kell jegyezni. A kisegítő vonat átvevő ez alatt a kocsisor másik oldalán az adatfelvevő vonat átvevővel párhuzamosan haladva figyeli az alkalmazott veszélyességi bárcákat, valamint az esetleges hiányosságokat, és ezeket hangos szóval bemondja az adatfelvevőnek. Akkor, amikor a szerelvény végére érnek, a vonatátvétel még nem fejeződik be, mert a kisegítő vonatátvevő a feltett adatok alapján csak ezek után állítja ki a vonatátvételi jegyzéket a szükséges példányszámba. Köteles bejegyezni az átvétel megkezdésének és befejezésének időpontját, majd az elkészült jegyzéket alá kell írnia. A
vonatátvételi jegyzék alapján megkezdődhet a szerelvény szétrendezése. Azaz csak kezdődhetne. A kocsik megírása alapján a lazítónak még el kell végeznie a szétkapcsolandó kocsik légtömlőinek szétszedését és a csavarkapcsok meglazítását. A vonat kézírással történő átvétele most már valóban befejeződött. Hordozható rádió alkalmazása esetén a vonat átvevő brigád szintén a helyszínen várja a vonatot. A vonatátvevő brigád tagjai közül az adatfelvevő vonatátvevő a kocsivizsgálóval a szerelvény azon oldalán halad majd, amelyeken a gurításnál közreműködők is dolgoznak. A másik oldalon halad a kisegítő vonatátvevő, a lazító, és ha szükséges, a második kocsivizsgáló. Az adatrögzítő a szolgálati helyiségben dolgozik. Ha az adatrögzítés távgépíron történik, akkor a fuvarokmányok egyeztetését a számadás átadó végzi. Miután a fuvarokmányokat eljuttatták az adatrögzítőhöz, megkezdődik a vonat átvétele. A kocsivizsgáló műszaki szempontból vizsgálja meg a vonat minden kocsiját, és ellenőrzi a rakományt és annak állapotát. Az adatfelvevő vonatátvevő a kocsisor mellett haladva rádión közli az adatrögzítővel előre meghatározott sorrendben a vonatátvételi jegyzék készítéséhez, továbbá a gurítandó kocsik megjelöléséhez szükséges adatokat. Az adatok közlésekor figyelembe veszi a kocsivizsgáló megállapításait és az általa elhelyezett bárcát. Ugyanakkor megvizsgálja, hogy a fuvarokmányokból megállapítható korlátozásokon túl szükséges-e a kocsik vagy a küldemények hiányosságai miatt bizonyos esetben mégis valamilyen intézkedés. Az adatfelvevő vonatátvevő az adatrögzítőtől kapott rendelkezések alapján az egyes kocsikat ellátja a szükséges jelölésekkel. Kisegítő vonatátvevő a kocsisor másik oldalán megvizsgálja a kocsik rakományát, a kocsizárakat és bárcákat, valamint a kocsikra felírt egyéb adatokat, és ha a rendellenességet észlel, azt hangos szóval közli a kocsisor másik oldalán lévő adatfelvevő vonatátvevővel. Kocsiról kocsira haladva, így elkészül a rendezési jegyzék, mely a gurításhoz és szétrendezéshez, valamint a küldemények nyilvántartásához és ellenőrzéséhez szükséges adatokat kocsinként, kocsiszám szerint tartalmazza. Az átadásra került szerelvénynél a gurítóra történő felhúzás előtt van még néhány tennivaló. A behúzott kéziféket a kocsisor első és utolsó behúzott kézifékje kivételével fel kell engedni. Az előkészítéshez tartozik a kocsisor légtelenítése is. A fővezeték váltóját ki kell nyitni, majd a sűrített levegő kipúvása után azt el kell zárni.
Az oldószelep fogantyúján kisméretű táblán autom, azaz automata felírás van, azt körülbelül egy másodpercig kell húzni. Így a fékberendezés önműködően felold. Ha ilyen tábla nincs, az oldószelep fogantyúját addig kell húzni, amíg a levegő kipúvás tart. Végül a vonat átvételekor a kocsik megírása alapján a szétkapcsolandó helyeken a lazító, még a felhúzás előtt, a légfékkömlőket szétkapcsolja, a csavarkapcsokat pedig meglazítja. Ezzel befejeződött a vonat előkészítése a gurításra, szétrendezésre. Legközelebb a gurítódombos rendezőpályaudvarok további munkájával foglalkozunk.